Az ázsiai márványpoloskákat jelző térképen Tolna megye és azon belül Szekszárd is szerepel. Ez alapján a Béri Balog Ádám utcán és a Bottyán hegyen is elszaporodtak a bűzös rovarok. A Sokka Rovar Facebook közösség hozzászólói fényképeket is megosztottak a növényeket lakásokat ellepő bogarakról. Az egyik hozzászóló azt írja, idézem, tavasszal alig volt, most a barna dögből, napi több mint 5 próbál bejönni a lakásba, ki se lehet nyitni az ablakot. Egy szántóföld közelében élő közösségi tag pedig úgy fogalmaz, a hűvös idő beáltával szinte ellepik a házfalát, a nyílászárok környékét ezek a büdös bogarak. Itt van egy hosszú szipóka, amelyet bele szúr a növénybe. Vörös Géza, a Szekszárdi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályvezetője éppen azt mutatja, mivel képesek kárt okozni a poloskák. Ezek a rovarok ugyanis növényi nedvekkel táplálkoznak, megdézsmálják a hüvelyeseket és a lédús zöldségeket, de nagy kárt tudnak okozni a gyümölcsösökben is. A szívogatás miatt foltosodnak a paprikák, paradicsomok, de megtalálhatjuk a káposzta féléken, szőlőn, szilván is. Egyébként foltokat is okoz, különböző foltosodásokat a gyümölcsféléken, amit lehet látni, és ez pudvás, szivacsos állományt is előidéz később a gyümölcshúsban, ami piaci értékesítésre alkalmatlanná teszi. Egy-két évtizede szinte még ismeretlenek voltak Magyarországon, mostanra azonban egyre több helyen jelennek meg az invazív, címeres poloskák, számos bosszúságot okozva. Az interneten felelhető jelzések és nézőink hozzászólásai szerint idén különösen sok van a bűzváladékos spiccelő, zöld, illetve ázsiai márványos poloskákból. Ráadásul a rovarnak nincs természetes ellensége. Aszályos meleg nyár volt, azt mondhatjuk, itt főleg a mi környékünkön, ezért a második nemzedék nagy egyedszámban tudott kifejlődni. Annak érdekében, hogy ne jöjjenek be a bogarak az otthonunkba, fontos odafigyelni a nyílászárókra. Érdemes fokhagymás vagy ecetes permetet készíteni, és azzal lekezelni az érintett felületeket. A házi permetező szeren kívül vegyszeres úton is védekezhetünk az élelmezés egészségügyi várakozási időn belül. Ha pedig már befészkelték magukat a lakásba, porszívóval vagy csapdával szabadulhatunk meg tőlük.